Eljött tehát a műtét ideje. Fogtam a kamerát, és besétáltam a műtőbe saját lábon. Nagy hasplasztikára készültem, 38 kilós fogyás után és a terhesség alatt szétnyílt hasizmaimmal. Túl voltam a vizsgálatokon, a COVID-teszten, a doktor úr nemrég rajzolta be rám, hogy hol fog vágni. Kaptam egy szemszorongásoldót is, így aztán bátran feküdtem fel a műtőasztalra, meg hát mégsem majrészhattam a kamerám előtt. Míg ébren voltam, addig végig be voltam takarva. Elkezdték adagolni a narkotikumokat. Amit most mondok, arra utólag már nem is emlékeztem. Testkép határai kezdenek elmosolni. És kész, részemről off. Na csapjunk bele a közepébe. Dr. Molnár Istvánt, az engem műtő plasztikai sebészt kértem meg, hogy magyarázza el érthetően, mit is látunk a képeken. Figyelem, a következő percekben a nyugalom megzavarására alkalmas képsorokat lehet majd látni. Aki érzékeny erre, az inkább csak hallgassa a doktor urat. Első lépésként a köldököt körbe metszük, ugye elválasztjuk a hasfalattól magától, ez ahhoz fontos nekünk, hogy a hasfalat meg tudjuk majd emelni, és a köldök ne horgonyozza le. Jelen képsornál pedig a hasizmoknak az összevarását látjuk, hát konkrétan azért legyünk pontosak, nem a hasizmoké, hanem a hasizmok bőnyéjének az összevarása történik. Nagyon sok módszer van, magának a műtétnek is a lépéseit lehet cserélni, szóval nem kötelező történetek. Nyilván mindenkinek a praxisában ez kialakul az évek alatt, hogy csinálja. Én ezeknek az összevarását két rétegben végzem, tovafutó varatsorral, és nem használok felszívódó varatot. Azért nem, mert nagyon hosszú a bőnyének a gyógyulási folyamata, és volt már negatív tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy a varat felszívódott, még egy hosszú felszívódású varat is, de nem volt teljes a gyógyulás, és egy megelőltető hastréningnél vagy összehúzódásnál nem tartott a varat, és kinyílt, és az nagyon rossz látvány, frissen egy-két éven belül biztos plasztika esetében, amikor ismét megjelenik ez a hurkaszerű dudor középen, és akkor ugye csalódás is kelt a páciensbe. Ez a varat, ez nem felszívódó, amit használok, nagy teherbírású is, és az égvilágon semmilyen baj nem lesz attól, hogy ő ott marad bent, és az öltések is úgy vannak betéve, hogy a csomók is süllyesztettek, tehát igazából ez nem fogja szúrni, vagy nem lesz tapintható, tehát ebből semmilyen hátrányos következménye nem fog származni. Jó, most ugye megtörtént a hasizmok összevarás. Középen egyeztetjük az újonnan képzett hasfalunkat az alsó végpontunkkal. Ugye ez a köldök fölötti pont és a szegcsont fölötti régión kijelölt pontnak az egyesítése, és ezáltal látjuk, hogy mennyire kell megfeszíteni a zsíros hasfalat magát. Ha ez megtörtént, akkor először egyik, majd másik oldalról eltávolítjuk a hasfalnak a fölöslegét, amit előzőleg bejelöltük. Természetesen ettől eltérhetünk, mert nagyon sokszor adódik, hogy a műtétnél látjuk, hogy jobban, esetleg kevésbé feszíthető, tehát erre vannak műtéti technikák, hogy ilyenkor milyen plusz lépéseket vezetünk be, de itt tudtuk tartani magunkat a tervhez, ugye előre bejelölt szövetfölösleget eltávolítottuk, majd pedig a szívó drén visszahagyásával több réteges varatsort képezünk. Voltak lyukak a hasonlóan. Igen, ezek a laparoszkópos portnak voltak a lukai. Ezek picit forva, de ott vékony a hasfal, gyenge. Volt, ahol nem volt összeforva, tehát úgy gondoltam, hogy jobbnak láttam, hogy ezeket a port hegeket magán a hasfali bőnyén, ezeket egy-két öltéssel összevarni, és a sorsuk ugyanaz lesz, mint az összevart hasizom bőnyének, hogy idővel szépen összeforr és meggyújtul. Tehát ugye ennek az a kockázat, hogy kialakult egy sérv azon a területen, és akkor ugye ezt megelőzzük ezzel a lépéssel. Természetesen, ha látunk ilyen elváltozást, vagy bármi olyat, ami
ami a későbbiekben kockázatot jelent, akkor ezt előzetes megbeszélés nélkül is megcsináljuk. Egyrészt azért, mert orvosi kötelesség, hogy ezeket ellássuk. Másrészt meg ugye nem egy látható, hanem maximum később konzekvenciával járó történetről van szó. És felszívódó varattal pedig a bőrt fogjuk egyesíteni. Itt a bőrvaratnak a középső szakaszán csomózzuk össze a varatsort. És ott az én új lapos hasam. Ugye itt történik a haskötőnek a fölhelyezése. Azért fontos, mert ugye amikor ugye ez az altatás, ez úgynevezett intubálás mellett zajlik, tehát ugye egy csövet helyeznek a légcsövébe és lélegeztetik. Az ébredés fázisában ugye megszüntetik az izomnak az izomlazítók adását, a fájdalomcsillapi adását, és ilyenkor egy kvázi köhögő inger keletkezik, hiszen bent van a légcsőbe, a garatba ez a cső, és ugye a köhögéssel rendkívül erős hasüzem összehúzódások történnek, és ez veszélyeztet a frissen végzett hasfali varatot, tehát ilyenkor vagy ellentartunk magának a hasfalnak, vagy pedig fölhelyezzük a haskötőt, ami védi ezt a dolgot. Én azért szoktam kérni, hogy ébredés előtt tegyük fel ezt a haskötőt, és utána ébreszen az anesteziológus, hogy ne kockáztassuk azt, hogy műtét utáni első percben már valamilyen szögödmény történik. Ez egy melegítő takaró, ide szabályozható hőmérséklet a levegőt folyunk be, hiszen az altatásnál ugye kikapcsoljuk az izomtónus, lélegeztetjük a pácienst, tehát ugye gyakorlatilag a hőháztartása a szervezetnek az zavart szenved is, és ilyenkor nagy a veszély annak, hogy a páciens kihűl, tekintettel arra pláne, hogy egy nagy felületű sebet is ejtünk, ugye azon keresztül az egy nagy a folyadékveszteség is, száradnak a szövetek, tehát ugye mindenféleképpen fontos melegíteni műtét közben is. Jaj, nem van? Készen van. És azon a területen, ahol nem operáltunk, ott végig melegítjük a pácienst a műtét alatt. Az ébrezgetésre természetesen egyáltalán nem emlékszem, mint ahogyan arra sem, hogy a szobámból végighívtam mindenkit, akinek megígértem, hogy szólok, ha túl vagyok a műtéten. De ezt már meséltem, nézzétek meg azt a videót is, ide linkelem ez alá. És persze folytatom a felépülésről a beszámolókat.